Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Ösztűz, és köszöntöm Robert Szikasztelt, biztonságpolitikai szakértőt, a Neokon főmunkatársát itt a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok egy napos Jeruzsálemből! Elmondom a kedves hallgatóinknak, hogy itt most a szabadságolások, egyéb más teendők és technikai karbantartások miatt csak hangban tudjuk rögzíteni az eheti adásunkat, de bízunk benne, hogy a tartalom kárpótolni fogja azokat a hallgatóinkat is, akik szeretik látni Robert Szikasztelnek a mimikáját. Ezt most nem fogják, viszont hoztam nagyon jó kis idézeteket és témákat, úgyhogy bele is vághatunk a kellős közepébe. Az Egyesült Államok valami igazán klassz dolgot tett, amit nagyon kevesen vettek észre, mondta George Friedman, és arról beszélt még ezen egy konferencián vett részt, és arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban aláírtunk egy szerződést a Fülöp-szigetekkel, amely 4 bázist biztosít számunkra közvetlenül a kínai partok mellett, és ez drámaian megváltoztatta az erőviszonyokat. Kína alapvető félelme mindig is az volt, hogy az Egyesült Államok blokkolja a kikötőit, és lehetetlenné teszi a kereskedelmet. Most ez a félelem valóban félelem, mondta George Friedman. Ebben George Friedmannak teljesen igaza van, de gyakorlatilag nincs semmilyen hírértéke ennek a dolognak. Az Egyesült Államok évtizedek óta azon munkálkodik, hogy körülvegyek úgy Kínát, mint Oroszországot és szövetségeseivel. A hidegháború alatt ezt tette a Szovjetunióval, ezt hívták a híres diplomáciai kifejezéssel cordon sanitaire-nek, ilyen biztonság vagy ilyen egészségügyi övezetnek a Szovjetunió körül. Most ezt látjuk. Egy ilyet próbált az Egyesült Államok kiépíteni Oroszország körül kevesebb sikerrel, és Kína körül sokkal több sikerrel. Miért van ez a különbség? Azon egyszerű oknál fogva, hogy Kínának a határa is ez sokkal kisebb az a határ, amit le kell zárni Kína körül, mint Oroszország körül. Kína egy sokkal kompaktabb, sokkal kisebb területű ország, mint Oroszország. És az Egyesült Államoknak sikerült körülvenni Kínát 3 koncentrikus gyűrűvel, és az egyik koncentrikus gyűrűnek a Bahmutja, mondjuk ugye az egyik bástyája, azt hívják, hogy Tajvan. Ott van Japán is, ott van Dél-Korea, és ott van egy sor kisebb sziget, Kínának a szárazföldi szomszédai is egytől egyig az Egyesült Államoknak az érdekszférájában vannak. És az utolsó dolog, amit érdemes megemlíteni, hogy Kína egzisztenciálisan függ a világkereskedelemtől, attól, hogy lehessen szabadon hajózni a tengereken, és erre mondta azt egy másik elemző, hogyha az Egyesült Államok tacsra akar játszani Kínát, csak egyetlen egy dolgot kéne tennie, hazamenni. Nem garantálni többet a hajózás biztonságát a tengereken, és akkor Kína hogyan szállítana haza a Perzsa-öbölből energiát, hogyan exportálná a tengereken a termékeit. Ilyen szempontból Kínának a kitettsége iszonyatosan nagy az Egyesült Államok felé, ugye a honi vizeken, a perifériáján, amiről George Friedman beszélt ebben a cikkben, mint a világtengereken általában. Tehát Kína kitettsége sokkal-sokkal nagyobb, mint Oroszország kitettsége, ezzel látjuk azt, hogy sokkal óvatosabban manővereznek a diplomáciai pályán, mint az oroszok. George Friedman egy másik interjúban arról is beszélt egyébként, hogy ő úgy látja, hogy most már a háborúval kapcsolatos folyamatok olyan jeleket küldenek, hogy itt egy kompromisszum készülődhet már a háttérben, és például ezt azzal is indokolta, hogy Biden szólalt meg a kazettás bombákkal kapcsolatban, mert azt mondta, hogy ez egyfajta üzenet lehet az orosz vezetőknek. Ez számomra egy picit megdöbbentő volt, mert azt gondolná az ember, hogy egy ilyen bejelentés az inkább eszkalálja a helyzetet, de George Friedman azt mondta, hogy ő szerinte ez kompromisszumra késztetheti Oroszországot ez a lépés, illetve arról is beszélt, hogy kezdődik egyfajta vígjáték, ő ezt így látja, és ez is alátámasztja azt, hogy lesz valamiféle megállapodás a közeljövőben. Ön is látja ennek az esélyét? Mert én magyar elemzők, akikkel beszéltem, sok esetben ennél sokkal pesszimistábbak. Ha egy szóval össze kéne foglalnom, akkor azt mondanám, hogy nem. Nem, egyáltalán nem látom semmire. Először is úgy gondolom, hogy ez, bocsánat, a nem parlamentális kifejezése, de hülyeség azt gondolni, hogy azért, mert megérkezik néhány tucat vagy néhány száz kazettás lőszer Ukrajnába, most akkor az oroszok ettől kompromisszumra hajlandóbbak lennének. Szerintem ez egy naív vagy egy ostoba megállapítás, bocsánat, hogy ezt mondom, de nem tartom egy komoly megállapításnak, ez az egyik dolog. Ami a másik dolgot illeti, én azt hiszem, volt egy ennél sokkal-sokkal fontosabb
hiány mondjuk ugye a vilniuszi NATO csúcson. Nem tudom, hogy valóban így van, de nekem egy valami hiányzott ezekből a nagy szavakból, amiket ott hallottunk, hogy azt, hogy Ukrajna teljes győzelmét el kell érni. Tehát én ezt a teljes győzelmet, én ezt már nem hallottam Vilniusban, Ukrajnával kapcsolatban. És ha tévednék, akkor nagyon kérem, hogy aki hallott ilyet, az javítson ki, hogy ne maradjak a tévhitemben. De nekem egyértelműen úgy tűnik, hogy a nyugat részéről van egy szándék kompromisszumra, és ezt a szándékot próbálják kivetíteni Oroszországra. Teljesen természetes dolog, hogy úgy érezzük, hogy amit mi érzünk, amit mi gondolunk, mindenki úgy érzi, és mindenki úgy gondolja. Nekem úgy tűnik, hogy pont az ellentétjéről van szó. Egyre nagyobb nyomás nehezedik Putyin elnökre a jobb oldalról, mondjuk úgy a háborúpárti jobb oldal irányából. Láttuk Prigozsint, láttuk most Popov tábornoknak az elbocsátását. Látjuk, hogy ezek a milbloggereknek egy jelentős része is ezeket a vehemensebb hangokat támogatja az orosz politikában, és szerintem a putyini rezsim egyre nagyobb nyomás alá nehezedik jobb oldalról, hogy ezt a háborút fokozza. Én nem látom azt, hogy ezek után a megalázások után, amik Oroszországot érték, hogyan fogja azt mondani Putyin, hát oké, kérem, akkor most kötünk itt egy tűzszünetet, és akkor hazamegyünk, miután elvesztettek, nem tudom, 100 000 embert halottat és sebesültet, és talán hadifoglyot, és akkor ezek után Oroszország ilyen minimális eredményekkel a zsebében menjen haza, én ezt nem látom. Nem látom, hogy ezt az orosz jobboldal hogy nyelni le. Épp úgy, ahogy Biden elnök nem tud úgy belefogni az elnökválasztási kampányba, hogy itt van ez a vérző seb, amit úgy hívnak, hogy Ukrajna, amit gyakorlatilag ő hozott össze nagy sikerrel, vagy komoly szerepe volt ennek a megteremtésében. Épp úgy Putyin elnök se tud oda menni a választói elé, és ebből a kudarccal lépni a választói elé. Tehát én pont az ellentétes előjeleket látom Oroszországban. Azok a dolgok, amik az amerikai elnököt arra sarkalják, hogy kiszálljon a háborúból, ugyanezek az erők arra sarkalják az orosz elnököt, hogy minél jobban beleálljon ebbe a háborúba. Ennek fényében nagyon érdekes az, hogy itt Biden többször nyilatkozott a vilniuszi csúcs előtt, méghozzá nagyon határozottan, hogy Ukrajnát nem vehetik fel, nem veszik fel, demokratizálódnia kell. Egyébként is egy háborúban álló ország. Azért a csúcs előtti időszakban, tehát mondjuk távolabbi időszakban, ennél sokkal megengedőbb vagy barátibb hangot ütött meg. Ami az Egyesült Államokat illeti, egyszer egy európai katonatiszt, magasrangú katonatiszt a következőt mondta az Egyesült Államokról. Az Egyesült Államok nem egy külön állam, nem egy külön földrész, hanem egy külön bolygó. Az Egyesült Államok egy külön bolygó. Az amerikaiakat semmi nem érdekli, ami ezen a bolygón kívül történik. Ami az amerikai külpolitika az egy igen szűk elitnek a hobbi állata, mondjuk, amivel dekázni szeretnek, játszani szeretnek, eldobják neki a labdát, visszahozza, pénzt keresnek vele, stb. De az átlag amerikai szinte egyáltalán nem érdekli a külpolitikai dolgok. Az elnökválasztások azon dőlnek el, hogy mennyibe kerül a benzin a benzinkútba. Egy fél dollárral többe vagy kevesebbe. És nem azon múlnak, hogy mi történik Ukrajnában. Tehát ezt inkább csak negatívan lehet felhasználni ezeket a dolgokat, hogyha a elnöknek komoly hibái voltak a külpolitika terén, akkor azt gyorsan az orra alá dörgölik a vele versengő több jelölt az orra alá dörgöli. De hogyha nagy sikerek vannak, az átlagembert ez nem érdekli. Tehát mindig azt szokás mondani, van egy ilyen ökölszabály, hogyha nem érkezik haza napi szinten 1000 amerikai katona zsákokban letakarva zászlóval a hadszínterekről, akkor az amerikaiakat ez nem érdekli. Ez a hába. Lehet az háború, lehet az bármi más, az amerikai közvéleményt ez nem érdekli. És ennyit Ukrajnának a sorsáról, mondjuk úgy. Tehát én azt hiszem, hogy Biden elnöknek a riválisai mindent meg fognak tenni, hogy összekapcsolják az amerikai inflációt, az amerikai határoknak az összeomlását, mondjuk úgy a migrációs problémát az Egyesült Államokban, az infrastruktúrának az előregedését, avval, hogy hülyeségekre költi az Egyesült Államok a pénzét, és azt hiszem, hogy én teljesen az amerikai állampolgár lennék, teljesen egyetértenék velük. Mert számomra az lenne fontos, hogy milyen hidat építenek a városom mellett, és nem az, hogy milyen hidakat építenek Ukrajnában.
Hoztam akkor egy amerikai szakértőnek a véleményét, John Kirchhofer, az amerikai védelmi hírszerző ügynökség szakértője egy washingtoni konferencián nyilatkozott az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy kissé pat helyzetben van szerinte az ukrajnai háború, és hogy azok a NATO nehéz fegyverek, például a HIMARS rakétavetők, vagy a Storm Shadow rakéták, Storm Shadow rakéták, és a kazettás bombák is olyanok, amelyek, hát úgy fogalmazott pontosan, hogy ezek közül sajnos egyik sem az a Szent Grál, amit Ukrajna keres, tehát egyik sem fogja magyarul megoldani Ukrajna szempontjából a háborúnak a kérdését. Egyáltalán lehet olyan, hogy egy bizonyos eszköz hoz létre olyan előnyt az egyik fél számára, ami úgymond Szent Grál lehet aztán a háborúban. Pershing tábornok mondta azt, hogy a gyalogság nyeri meg a csatákat, a logisztika nyeri meg a háborúkat. És én azt hiszem, hogy ez a dolog igaz erre erre a háborúra is. Ezt a háborút nem valamilyen fajta csodafegyver fogja megnyerni, az lehet egy rakéta, lehet egy kazettás lőszer, lehet bármi, mert nem ezek a csodafegyverek fogják megnyerni a háborúkat. Ezt a háborút két dolog fogja megnyerni. A nyugatnak a képessége arra, hogy ellássák, vagy a képességének a hiánya, arra, hogy ellássák Ukrajnát 155 mm-es tüzérségi lőszerekkel, egy teljesen primitív eszköz, csak a probléma, hogy milliókra van szükség belőle, és a nyugatnak a képessége arra, hogy ellássa Ukrajnát légvédelmi eszköz, légvédelmi rakétákkal a már meglévő ütegekhez. Nem arról beszélek, hogy Ukrajna kapja még 10-20-30 Patriot üteget, mert nem fog kapni. A meglévő két üteghez, és a meglévő NASAMS és a többi ütegekhez, ha nem kap Ukrajna elég rakétát, akkor el fogja veszíteni ezt a háborút. Ezeken az egyszerű dolgokon fog állni és megbukni a háború, és a harmadik dolog pedig az emberanyag. Az emberanyag. Tehát van itt egy kőfal valahol a távolban, amit úgy hívnak, hogy az emberanyag kimerülése. Tudjuk, hogy ez körülbelül 23-28% a hadrafogható lakosságnak, hogyha ez elpusztul, vagy harcképtelenné válik, akkor gyakorlatilag egy társadalom is harcképtelenné válik. Ez a háborúknak a tanulsága. Ukrajnától még messze van, de 5-6 éven belül oda kerülhet Ukrajna. Tehát a háború ezzel az intenzitással folytatódik, akkor már a probléma nem az lesz, hogy van-e elég ágyú, van elég gránát, amit bele lehet tölteni az ágyukba, hanem lesz valaki, aki azt az ágyút kezelje egyáltalán Ukrajnában. A New York Times-ban jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, hogy az ukrán haderő a nyáron indított szárazföldi offenzíva kezdeti szakaszában olyan súlyos veszteségeket szenvedett, hogy újra kell terveznie a támadó műveleteket, és teljesen új stratégiát kell írnia. Na most ezt mi július 17-én vesztük fel ezt a felvételt, és egy friss hír azt, hogy megtámadták a Kercsi hidat, a Krimmel összekötő szárazföldi hidat, amely az orosz utánpótlásért felelős, és vannak olyan elemzők, olvastam már ilyen elemzést, akik azt mondják, hogy mivel annyira kétségbejtő az ellentámadásnak az állása, vagy a helyzete ukrán részről, ezért folyamodhattak ilyen eszközökhöz, például a krimi hídnak a támadása. Mennyire jelentős eszköze, és mennyire lehet elérni eredményt például ilyenekkel, hogyha már az ellentámadás nem ment ezen a hagyományos úton, módon, akkor ilyen szétszórt támadásokkal, úgymond fájó pontokra való rátapintásokkal. Ezt a választ két részre osztanám, ami az ukrán taktikának a változásait illeti. Láttunk három fokozatot. Először azt láttuk, hogy páncélozott harcjárművekkel próbáltak, ilyen páncélos ékekkel próbáltak betörni az orosz védelmi mélységbe, láttuk a következményeit. Utána átálltak egy ilyen gyalogsági taktikára, az első világháborús ilyen beszivárgó gyalogsági taktikára, megpróbáltak egyszerűen gyalogos katonákkal áttörést elérni ott, ahol a páncélosok sebezhetőnek bizonyultak. Valószínűleg, ezt csak feltételezem, mert halott katonákat a hadszintéren sokkal nehezebb megszámolni, mint halott tankokat, halott leopárdokat. Az Oryx nem számolja a katonák holttesteit a harctereken. Tehát valószínűleg olyan veszteségeket szenvedtek az ukránok azokon a nyílt mezőkön. El kell képzelni, miről van, el lehet képzelni, miről van szó. Jön egy csapatszállító jármű, a katonák kiugrálnak belőle, és akkor elkezdik megrohamozni az orosz állásokat a nyílt terepen, el tudjuk képzelni, mik lehetnek a következményei ennek. Olyan veszteségeket szenvedtek valószínűleg, hogy átálltak egy harmadik taktikára, ami az orosz tüzérségnek az elpusztítását, a felörlésére irányul. Egyrészt ez a taktikai szinten, és a műveleti szinten pedig megpróbálnak olyan logisztikai csomópontokat elvágni, amik
lehetetlenné vagy nehézé teszi az oroszok számára azt, hogy támogassák ezeket az orosz védelmi vonalakat, lőszerrel, utánpótlással, stb. Tehát ez, amit az ukránoktól látjuk a tűz alkalmazását úgy a taktikai szinten, mint a műveleti szinten, és ez a Kercsi híd elleni támadás, ez ugyanaz kicsit nagyobb léptékben, talán stratégiai támadásról beszélünk, és a célja az orosz logisztika. Most akkor az 1 millió dolláros kérdés, hogy képesek-e ezek a támadások az orosz logisztikát úgy meggyengíteni, hogy a herszoni párhuzam legyen alkalmazható rá. Tehát mit mondanak az ukránok? Hersonnál volt egy orosz ököl bent az ukrán területen, azt az orosz ököl gyakorlatilag 3 híd kötötte össze, 2 híd és egy gát kötötte össze az orosz anyaországgal, mi azokat elvágtuk, az oroszok kénytelenek voltak visszavonulni. Ha most ezeket a logisztikai hidakat, mondjuk úgy, nem csak hidakról van szó, de főleg hidakról van szó, hidakat elvágjuk, és lehetetlené tesszük a Krím meg a Zaporozhiai front utánpótlását, akkor az oroszok vissza fognak vonulni. Tehát ez az új ukrán győzelem elmélet. Most ezzel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok. Tehát ez a párhuzama, Herszon párhuzama a Zaporozhiai fronttal és Krímmel, ez a párhuzam egy kicsit sántít. Tehát itt van itt egy két nagyságrendről van szó. A herszoni front az egy taktikai helyzet volt, talán egy műveleti helyzet volt. Itt egy stratégiai dologról van szó. Tehát mit mondanak az ukránok tulajdonképpen? Az ukránok azt mondják, hogy leszakítunk Oroszországból egy részt a logisztika megtámadásával, gondolok itt a Krímről és ezekről a területekről, és akkor majd ezzel az oroszokat arra kényszerítjük, hogy bedobják a területek között. Én kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, én azt hiszem, hogy van egy olyan dolog ott, van egy ingyen autosztrádája az oroszoknak, amit úgy hívnak, hogy az Azovi tenger. Az Azovi tengeren rengeteg apró kikötő van, és ha megfigyeljük az ukrán vasútvonalat, van egy vasútvonal, ami a Zaporozhiai front hosszában fut le egész a Krímig, de ugyanakkor vannak erre merőleges vasútvonalak, amik az Azov tengertől fölfelé mennek, tehát a front irányába. És én azt hiszem, hogy az oroszok végső esetben akkor a tengerről meg tudják oldani az Azov tengeren keresztül az utánpótlást, sokkal bonyolultabb lesz, mint föltenni valamit vonatra Rosztovba, és levenni, tudom én, a Zaporozhiai front háta mögött, vagy a Krímben, vagy fordítva, mint a tenger felől kétszer átpakolni, de kis távolságokról van szó, és hatalmas kikötői vannak az oroszoknak. Itt van Oroszország, egy legnagyobb kikötő, a rosztovi kikötő, Oroszország kiárat a meleg tengerek felé. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy onnan az oroszok meg tudják oldani ezeket a logisztikai kihívásokat a tengeren keresztül, az Azovi tengeren keresztül. Tehát én nem hiszem, hogy sikerülni fog az ukránoknak a rendelkezésükre álló eszközökkel elvágni ezeket a logisztikai ütőereket, amik Oroszországot a Krímhez és a Zaporozhiai fronthoz kötik. Nagyon szépen köszönöm, Robert Szikesztel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen!